Sziasztok! De jó, hogy itt vagytok, és aki meg később felvételről nézi ezt a videót, annak is hello! Az a probléma szerintem, hogy a tankönyvek az átlag diáknak és az átlag tanárnak készülnek szeretettel, akik szerintem nem léteznek. Tök jól látni, hogy hasonlóan gondolkozunk, köszönöm a válaszokat. Mutatom, hogy nekem mi az a 4 probléma, amivel a leggyakrabban találkozom. Az én diákjaim ilyen fejet vágnak, mindegyik megoldásra jellemző lesz, hogy alapvetően, ahogy mondtam, nem a tanárnak a munkaterhét szeretném növelni, hanem a diáknak a munkaterhét, hogy nagyon fontos szerintem, hogy vonjuk be a diákokat a probléma megoldásába. És arra gondoltam, hogy nézzünk egy példát. Egy német könyvből, az idén német könyvből hoztam nektek egy kétoldalnyi részletet. Hogyan lehetne a diákoknak közük ehhez? De jó. Ez egy nagyon szuper ötlet. Nem jutott eszembe, de nagyon tetszik. És hogy Ká Imre mit tud nekünk tanítani a célokról, a jó célokról, amiket szerintem érdemes a tankönyv mentén megfogalmazni, és amikor sikerül őket elérni, akkor ezt jól megünnepelni. Na, nézzük, hogy milyenek Ká Imre céljai. Még ezt az utolsó kommentet, ezt még megosztom, amit Johanna írt, a kevesebb több elvet, hogy ő azt viszi el a tréningről.